Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól. Július 6-ára és július 7-ére, az indiai asztrológia szerint. Itt ezen a képen látható a napi horoszkóp az indiai számítás szerint, mégpedig július 6-án. Mars bolygó a Kos jegyében van. Itt a képen felül látható, balról tekintve a második kockában. Mars bolygó uralkodik a Kos jegye felett, és itt van egy erős kihatás, ami jelenti az életerőnket, és utal a férfiakra is. Ebben a házban, vagy ebben a jegyben található Uránusz bolygó az indiai számítás szerint, az kihat a változásokra. Ez lehet egy meglepetés is, valami, amire nem számítottunk, és ez különösen a férfiakat illeti. Ráhu szintén itt van a Kos jegyében, és itt marad több mint másfél évig, utal kármikus témákra, megvilágít valamit, amire oda kellene figyelni, jelent egy új lehetőséget, kiutat, ugyanúgy, mint Uránusz bolygó, szintén változásokat jelenthet. Ez különösen a férfiakra utal. Vénusz bolygó a Bika jegyében van, itt a képen felül látható, jobb oldalról a második kockában. Vénusz bolygó uralkodik a Bika jegye felett, tehát van egy erős Vénusz hatás, ez kihat ránk hölgyekre, de utal egy kreatív tevékenységre, utal a szerelemre is. Merkur bolygó szintén erős, hiszen Merkur bolygó otthon van az ikrek jegyében. Itt a képen, felül a sarokban látható jobb oldalon. Tehát van egy erős Merkur hatás. Itt beszélgetésekről van szó, cselekvésekről, bizonyos szerződésekről. Merkur bolygó jól hat ki Vénusz bolygóra, Merkur bolygó jól hat ki a Mars bolygóra, és ez jelentheti a párkapcsolatot. Viszont van hold hatás is. Ebben a kozmikus órában a hold a nagy mutató, és kihat a napjainkra. A hold itt a képen MO, németül Moon, magyarul a hold, a Szőz jegyében van, itt a képen alul, jobbról tekintve az első kockában, tehát alul a sarokban. A hold kihat az érzelmeinkre, és érezzük a Szőz jegyének a hatását. Itt tudjuk rendezni a dolgokat. A Szőz jegyénél van gyógyító erő is. Tehát, ha valaki beteg, akkor ma és holnap van itt ez a gyógyító erő. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy itt lesz egy továbbképzés, mert érdekel ez a téma. A Vénusz bolygó között és a hold között van egy jó kapcsolat, hiszen mindkettő a Föld elemében van. Vénusz bolygó a Bika jegyében, a hold pedig a Szűz jegyében, mindkettő a Föld eleméhez tartozik. A hold és Mars bolygó között olyan távolság van, ami a férfiaknál bizonytalanságot vált ki. Nem tudják, hogy mit kellene rendezniük, mit kellene rendbe tenni az életükben. Jupiter bolygó adja a lehetőséget, gyakran szerencsét hoz. Jupiter bolygó jelenthet bírósági ügyet, vagy egy olyan helyzetet, amit átéltél eddig, és igazságtalannak tartottad. Jupiter bolygó a holddal szemben áll, ma is és holnap is, itt tükröződik valami. Bele kell nézni ebbe a tükörbe. Mit éltél át eddig, amit igazságtalannak láttál? De itt kell az egyensúly, hiszen ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat. És akkor is, ha igazságtalanság ért téged, mondd ki a véleményedet, de ne túlozd el a dolgokat. Inkább légy diplomatikus, és figyelj oda arra is, hogy mások mit közölnek veled. Itt kell az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. De azért figyeljünk oda a kommunikációra is, hiszen Merkur bolygó és a Hold között olyan távolság van, ami nézeteltérésekre vezethet. Lehet, hogy ki akarod mondani a véleményedet, nem gondolod át, hogy hogyan fogalmazol, és előfordulhat, hogy megsértesz valakit. De fordítva is lehet, hogy valaki mond valamit számodra, és ez kihat a te érzelmeidre, és megsértődsz, hiszen valaki megbánt téged. Ebben az esetben újra igazságtalanságról van szó, mert előfordulhat, hogy a napokban, ma és holnap valaki meggondolatlanul cselekszik, de ilyenkor légy inkább visszahúzódó, és ne beszélj ezekről a dolgokról, légy kicsit türelmes, amíg a napokban megnyugszik a helyzet. A Hold. A mai napon az Uttara Palguni holdházban van. E felett, a holdház felett a nap uralkodik, megvilágít valamit. Itt vannak ötletek, tervek. A kérdés az, hogyan tudnád ezt megvalósítani. Lesznek barátságok, az ismerősök segítenek neked. Ami a szerelmi életet illeti, itt meg lesz a biztonság érzete. Sőt, ez a holdház, tehát a napi energia azt is jelentheti, hogy megoldódnak a problémák. Lesz egy kiút, javul a helyzet. És ami még fontos ennél a holdháznál, hogy ne csak adj valakinek valamit, hanem fogadd el azt is, amit mások kínálnak neked. És most megtekintjük a következő horoszkópot, július 7-ét. Itt ezen a képen a július 7-i horoszkóp látható. Ha összehasonlítod a képeket, akkor te is észreveszed, hogy alig van változás. Ezért szoktam ennél a napi horoszkópnál összefogni, összefűzni a horoszkópokat, amikor nincs értelme, hogy külön felvételt készítsek erről, hiszen a bolygók állása vagy a nap állása nagyon hasonló az előző napi horoszkóphoz. A hold az körülbelül 13 fokot megy előre naponta, de itt is odafigyelek arra, hogy még ugyanabban a jegyben legyen. Tehát, mint ahogy július 6-án a hold a szűz jegyében, itt 7-én a hold még mindig a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. De ez egy nagyon precíz számítás, és összehasonlíthatod azzal, ahogy az asztronómusok ezt szintén leírják, ugyanúgy, mint itt, ennél az indiai asztrológiánál ugyanaz az eredmény. Tehát július 7-én a hold még mindig a szűz jegyében van, itt a képen MO, németül Mond, magyarul a hold, és alul a sarokban van jobb oldalon. A szűz jegye az a föld eleméhez tartozik, tehát itt reális dolgokról van szó, vagy anyagiakról. Vénusz bolygó a Bika jegyében van, szintén a föld elemében. Vénusz bolygó és a Bika jegye felül látható jobb oldalról, tekintve a második kockában. Itt Vénusz bolygó és a hold között megvan a harmónia. Ez utal ránk, hölgyekre, itt meg lesz a belső nyugalom, rendezzük a dolgokat, sőt, rendezhetjük az anyagiakat is. A föld eleme az jelenti a reális dolgokat. Tehát, ha van egy elképzelés, akkor most ezt meg tudjuk valósítani. Ez kihat a szerelemre, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, és különösen kihat ránk, hölgyekre. A hold nem csak az érzelmeket jelenti, hanem az anyukát, vagy az anyai érzelmeket. És most lehet az anya és a lánya között egy jó kapcsolat, vagy ha eddig voltak nézeteltérések, akkor most megvan a lehetőség arra, hogy kibéküljenek. A mai napon a hold a Sitra holdházban van. Efelett a holdház felett Mars bolygó uralkodik, jelenti az életerőt, a bátorságot, vagy itt lesz egy férfi, aki kihat most az életedre. Itt különleges események történnek, azt is jelenti ez a holdház, hogy te különleges vagy, más, mint mások, és megkapod az elismerést. Valaki bókolgat neked, felnéz rád, és ez lehet a lelki társad, hiszen Mars bolygó kihat erre a holdházra. Valami szépet kialakítasz, ez lehet a környezeted, vagy egy kreatív tevékenység. És ez volt a napi horoszkóp. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!